nem minden napi látvány tárul a látogatók elé, amikor betérnek Pécsen a Vasutas Művelődési Ház kiállító termébe. Szendrei Judit bélyeggel festőművész igen ritka technikával készíti szebbnél szebb alkotásait. A debreceni közgazdász 6. éve foglalkozik a bélyegek ilyen különös módon való felhasználásával. A legelső kiállításomon, ami a munkahelyemen rendeztünk meg, egyáltalán egy ilyen bemutatkozás, egy régi ismerősömet hívtam el, aki a Debrecenben élő Antal Péter, az Antal Luszti gyűjteménynek a tulajdonosa, a gyarapítója. Tehát ő a művészetekhez nagyon ért, és elfogadta a meghívásomat, megnézte a képeket, és akkor persze elkezdett ott hangosan gondolkodni, hogy na most akkor minek is nevezzük ezt, amit te csinálsz, és mondta, hogy ez a legtalálóbb kifejezés, hogy bélyeggel festés, és tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, tényleg az, hiszen a bélyegeket, vagy a bélyegeknek a darabjait, mint egy festéket használom, persze ennek a nehézségeivel együtt. A bélyegek ragasztással kerülnek fel egy faros lemezre, előtte pontosan megszerkesztve, megrajzolva a kívánt kompozíciót. Kezdetben a különböző színű bélyegeket sorba rendezte, most már másképpen dolgozik Szendrei Judit. Most már azért sokkal bátrabb vagyok, darabolom, tehát sokszor föl sem lehet ismerni, hogy az most milyen bélyeg, még a bélyeggyűjtők is azt mondják, hogy hú, hát erről most ő nem tudják megállapítani, hogy micsoda. Tulajdonképp az elmúlt évek alatt, tehát magamat folyamatosan képezem, vagyis tehát egyre többet merek megcsinálni, többet próbálok megcsinálni a bélyegek felhasználásával. Ezek mind használt bélyegek, vannak köztük 100 éves darabok is. A gyűjtők számára ezek már nem jelentenek értéket. Némi saját darab is bekerült közéjük, avat be a kulisszatitkokba a művész. Tulajdonképp így kerültem bélyeggyűjtőkkel kapcsolatba, mert több képnél is előfordult, hogy már majdnem kész lett, és kiderült, hogy nincs elegendő bélyeg, tehát nem tudom befejezni, és akkor gyorsan kerestem így bélyegeket, árusítókat, hogy tudnak-e még nekem szerezni ilyen meg ilyen bélyeget, de ma már nincs ilyen problémám, nem tudom, 100-150 kiló, tehát rengeteg bélyeg összegyűlt, döntően ajándékba kapom őket. A Pécsi Polgári Szalon szervezte a kiállítást, törekszenek az értékes, igényes, szép megragadására. Ezzel is mintegy hangsúlyozva hivatásukat, mely a hagyományok ápolása közben a művészeteket is felkarolja. A Művészi Inspirációk című kiállítás emberi viszonyokról, sorsokról szól, nem mindennapi módon. Meg tudnám számolni a kezemen, hogy hányan alkotnak így módon, hogy valaminek, ami látszólag értéktelen, abból olyan értéket teremtenek, amely másoknak örömet, nyitottságot és egy más életbe való bepillantást jelent. És ez egy nagyon izgalmas megtiszteltetés a Pécsi Polgári Szalon számára, és annak elnöke is rendkívül meghatottan veszi tudomásul, hogy felkérést kapott erre a meghívásra. Nem is csak úgy, mint aki egykor közel volt a bélyegekhez, részben édesapám révén is, hanem úgy is, mint hogy azok az alkotások, azok az inspirációk, amelyek itt megszületnek, olyan emberi viszonyokról szólnak, olyan emberi sorsokról, és olyan új paradigmákat ismertetnek meg velünk, amiben önállóan nem tudunk gondolkodni. És ez a művésznek a legfontosabb feladata, küldetése, ahogy a Szendrei Judit is mondta, hogy a mások életébe örömet vigyen. És hogyha ebben a Pécsi Polgári Szalon társ lehet, hogy lehet mások életébe örömet vinni, akkor arra boldogan vállalkozik.
A több mint 20 alkotás bemutató tárlat október 15-ig megtekinthető Pécsen a Voke Vasutas Művelődési Házban.